A videót a notebook.hu támogatta. Na hát szavaztok srácok, ahogy ígértem, ebben a videóban meg fogjuk nézni a téli verziót a játékban, hogy hogyan sikerült, úgyhogy ide megyünk, nem gyors utazunk, van sok pénzünk, de azért nem szórjuk. Úgyhogy ide jövünk, és elvileg átvisz minket a télbe. Úgyhogy most ezt fogjuk megnézni. Hova? Ja, ide. Én meg már követem azokat a nyilakat. Na, hát akkor átmenet a következő évszakba, és elvileg akkor tél lesz. Ó, te. Ez itt rosszul áll nekem. Ó, te, ó, te. Ó, de feelinges lesz ez. Ja, Istenem, ezt nem tudtam, hogy ilyen feelingesre csinálják meg. Á, ez nagyon jó lesz ilyen naplemente-szerűségbe. Úristen, de ott vannak a izék a... rénszarvasok. Jaj, de jól fog ez kinézni, srácok, de várom. Akkor téli gumit kéne? Welcome to the winter season. I'm putting together our winter showcase. If you can think of a driver with a little bit of experience, a lot of influence, and a train to catch, be sure to let me know, yeah? Micsoda? Na jó, először is kijövünk ide. Te. Kéne a téli gumi, ugye? Na jó, srácok. Hát az lesz a helyzet, hogy most szépen nem is, hogy téli gumit veszünk, hanem ahogy ígértem, tuningolni fogunk egy autót. Tuningolni fogunk egy autót, ami még nincsen. És mindezek után fogjuk megnézni magát azt, hogy hogy néz ki, meg versenyeket akkor fogunk menni. Ugyanis kell nekünk egy autó, amit télire tuningolunk. Ami ilyen, hát ahogy az előző részben mondtam, ilyen... hogy is mondjam? Hát ilyen dimbes, dombos, havas pályára lesz tervezve. Úgyhogy megnézzük, hogy ez hogy fog sikerülni. Nem árulok el nagy titkot. Ezek a McLarenek. Mennyi egy ilyen McLaren? 1 millió. Annyi még nincs is. Nem árulok el nagy titkot, ha azt mondom... Micsoda lesz az autó? Várjál csak. Tudod, mit akarok? Azt keresem, ami nekem már megvolt. Az előzőbe. Ez mondjuk Winter Edition, figyelj oda. Ezt direkt arra csinálták. Mi volt az? Subaru? Vagy mi a jó Isten volt az az autó? Subaru volt? Fú, de nem fog eszembe jutni, hogy melyik volt az. VRX STI. Az a baj, hogy annyira elfelejtettem már, de talán ez volt, nem? Most Lancer volt, vagy izé, Subaru? Az M betűnél nem találtunk Mitsubishit? Amit soha nem tudok kimondani nyilvánvalóan, hogy Mitsubishi, vagy Mitsubishi, vagy Mitsubishi, vagy mit tudom én, Myers, Mercury, Mercedes, AMG. AMG, bocsánat. Nincsen. Akkor annak kellett lennie. Mindegy, megnézzük, milyen lesz az autó. Szerintem jó lesz az nekünk. Nem akarom túlzásba vinni egyébként, nehogy azt higgyétek. Na akkor, várjál. Hát igen, nem akarok más miért, azt a féle fajta autót akarom tuningulni, és kész. VRX STI, valahogy mintha ez rémlene, de lehet ottán nagy hülyeséget csinálok, de egy ilyet fogunk most vásárolni. És akkor ez lesz. Szerintem ez volt amúgy. Szerintem ez volt. Milyenre kéne a szint? Hát, azt majd kiválasztjuk, nem? Jó. Megvesszük. Szerintem nem ez volt amúgy. Mindegy. Jó lesz ez. De szerintem ez volt amúgy. Hát hallod? Ránézek. Oké, srácok, ez volt az az autó. Úgyhogy ez volt. Nem variálni. Miért kezdek el én itt variálni? Mindegy, ez volt az az autó, az a lényeg. Na! Hát slick gumikat biztosan nem fog kapni, vagy nem tudom. Az direkt havas gumi, téli gumi összetétel. Na most,
Tapadás plusz 20, ez meg plusz 13. Ugye? Én ebben bíznék. Én azt mondom, hogy ez lesz az. Az a gumi, ami nekünk kell. Ezt az autót nem akarjuk teljesen leültetni, mert ez lenne ez, de inkább csak így ennyire, hogy azért mégis jobban a talajhoz közel legyen. Mit mond ez? 2,95. Nem lesz az sok. Nem lesz az sok. Elvileg az irányítása így jobb lesz. Hát most az, hogy milyen kéne, mint felni, az egy jó kérdés. Mi az, ami javít rajta mondjuk jelentősen? Meg súlyt is veszít az autó. Ez nem volt rossz, nézd csak. Hát kinézetre az egy dolog. De itt ugye most nem az a lényeg, hogy aztán fullosan nézzen ki, hanem az, hogy hatásos legyen. Jó, tehát nem teljesen ez az autó volt, még egyszer mondom, de hasonló volt. VRX az is, csak azt hiszem az valami picit más. De teljesen mindegy. Nem tudom, ez a kettő, ez elméletileg nagyon jó, úgyhogy ezt én rá is pakolom. Aztán meglátjuk, hogy milyen lesz, ez egy jó kérdés. Hát, nagyobbat én nem szívesen tennék rá. Nem? Mit szóltok hozzá? Ne tegyünk rá, de elvileg egy picit jobb tudna lenni. Egyel nagyobbat teszünk rá, na. Egy picit. Egy éppen csak egy lehelletnyit. Beállítás. Munka folytatása, várjál, csak nem volt itt más. Itt most nem volt más. Úgyhogy akkor ezt megvásároljuk. Hát ez annyi, hogy még csak A730-as. És a súlya, az 3 kilóval több. Még. Ugye? Meglátjuk, hogy még mit tudunk kihozni belőle. Most ez az 1500 kg, ez... Hát ilyen... Elég necces. Na várjatok csak. Fejlesztés és tuning. Egyedi fejlesztés szeretnénk. Egyébként jók ezek a felnik. Nekem ezek adják egyébként. Tetszik. Na, hát akkor kezdjük. Azt mondja, hogy ebből plusz 10 kW lesz, plusz 13 kW, plusz 12 kW. Ilyen S1 környékére kéne megcsinálni. Mondjuk nem gond, hogyha erősebb, nem? Istvánnal majd akkor úgy dumáljuk meg a dolgokat, hogy... Hogy ugyanannyi legyen nyilvánvalóan. Oké. Aha, itt már S1-804. Hát lesz ez több is, mint S1. Jó lesz az S2-nek is. 8-17 plusz 11 kW. Jó az nekünk. Jaj! Ezt rá akarom pakolni teljesre. Oké. Itt még nézzük meg, hogy verseny lentkerekek. Lentkerék, bocsánat. 8-19. Jó lesz ez. Na. Fékeket nézzük meg, mert az azért egy fontos elem. Versenyféket kap. Természetesen. Ja, ez már megvolt. Ezek megvoltak? Nem voltak meg. Oké, mik ezek egyébként? Hátsó, gyári hátsó kanyar stabilizátor, ez pedig verseny. Alváz. Nem kell nekünk plusz 45 kg, köszönjük szépen. Minusz 281 kg. Az amúgy nem gyenge, nem? Mondom, nem gyenge, nem? Oké. Akkor következő... Gyári kuplung, utcai versenykuplungot teszünk. Oké. Na, aha, sportsebességváltó vagy versenysebességváltó. A sebesség az nő. Viszont a gyorsulás, illetve az indulás az egy picit lejjebb esik. Ennyit megér, nem? Viszont a végsebességünk az jobb lesz. Mert emlékszem, hogy a háromba, amikor ezt megcsináltuk, sokkal... Tehát elég lassú volt az autóna. Úgyhogy most elméleti szinten jobb lesz. Oké, ezeket már megbeszéltük. Na, az elejére egy ilyen kéne, 7-9 a végsebesség. Viszont ez a fékezés javulna, illetve az irányítás, ami hát azért hóba fontos. Végsebességet hóba úgyse kell olyan sokat keresnünk.
Hát a gyári semmilyen. Micsoda? Ez van. Aztán van ez. Szerintem maradjon így, ugye? Oké. Ó, vannak ilyen oldallószarok is. 7-8. Jó, ezt nem tesszük rá. Hát az elejére. Most komolyan ettől jobb lesz, hogy ezt a szart ráteszem. A gyorsulás jobb lesz. Miért? Ja, mínusz 3 kg. Aha. Irányítás 7-4. Az 7-4 marad. Hát nem tudom, srácok. Én inkább beáldozom, de ne legyen ott, mert ez nagyon megcsúnyítja. És igen, nyilván nem azt kell nézni, hogy... Nem azt kell nézni, hogy majd aztán ez hogy fog kinézni, de mégis azért az ember szeretné azt, hogy szép legyen az autója. Na, súlyban úgy állunk, hogy 1216 kg lett az 1539 helyett, kétszer annyi kilowatt nagyjából, illetve oldalirány gyorsulás 1.8 lett az 1.6 helyett, és S1.874. S1.874 szerintem az egyébként easy, az jó, jó, hogy nem S2, úgyhogy igen. És akkor a következő, amit fogunk csinálni, az pedig az, hogy a külsejét megmókuljuk. Nem tudom, hogy még milyen lesz, úgyhogy hát tartsatok velem. El nem tudom képzelni, hogy még milyen lesz. Ez a kék szín egyébként nem rossz. Az az igazság, hogy ez egyébként tetszik. Nincs esetleg... fehér is jó neki. Kicsit olyan, tudjátok, én szeretek egy kicsit így elmókulni a színekkel, mármint kicsit túlzásba vinni a dolgot, hát így nagyon nem adja. Aha. Ennek nem áll jól ez. Egyáltalán nem áll jól, úgyhogy valamit a gyári színek között kéne mókulni. Srácok, ez a fekete, ez de jó, csak hát azért fekete az autókat nem nagyon szeretem. Ez meg túl havas. Legyen ez a szín. Maradjon ez a szín, srácok. És akkor kicsit mókulunk vele, hogy tesszünk rá olyasmit, mint a másik autóra. Valahogy az az egyen matrica, az úgy tetszik nekem, hogyha azt megcsinálnánk, ja, azt nem. Oké, tükörből nyilvánvalóan fekete lesz. Sőt, nem is ilyen fekete, hanem... inkább ez a karbon. Ez. Ez adja. Oké. És ide is akkor teszünk ilyen karbont. Ez jól mutat rajta szerintem, nem? Hát ez a szín, ez meg annyira... Jajajajajajajaj. Mentés a jelenlegi autóra. Bocsánat, mentő megy közben kint. Nyitva hagytam az ablakot, gyönyörű. Még visszalépünk, most véletlen léptem ki. Most nem tudom, hogy... Az a baj, hogy a felnének tök szép a színe. Á, azt hagyjuk is. A színét a felnének hagyjuk, az valahogy úgy... bocsánat, valahogy az úgy feldobja. Igen, azt úgy hagyjuk. És akkor teszünk rá egy sötétítést. Na, és akkor... külsőre mondjuk azt, hogy ilyen. De még annyit csinálnánk. Mentés a jelenlegi autóra. Szóval... még annyit csinálunk, hogy valami hátra ilyen matricát, mint az előző autóra is, teszünk. Hát mondjuk az elején nem, a motorháztetőn nem, ott nem lesz. Hogy van ez? Elfelejtettem. Autófestése, fólia létrehozása. Itt van. Fóliák és matricák felhelyezése. Super. Bal oldalra. Fólia forma, várjál csak. Mi van akkor, és ezzel lehet, hogy elrontom. Fólia forma alkalmazása. Legyen ez, ezt könnyebb lesz ráállítanunk. Szerintem a fekete illik rá, ugye? Azt fogjuk csinálni, hogy úgy csináljuk meg az előzőből tanulva. Hol van ennek a vége? Az ott a leghátulja. Várjál csak, forgassuk el.
Igen. Talán 332 és fél, ezt jegyezzük meg. Igen, ezt most elrontottam. Ezt egyre visszatesszük. Ugyanis próbálom, hogy ugyanolyan legyen az előzőből tanulva. Méretezés csak felfele. De aztán oldalra is kell. Na várjunk csak. Jaj, de az meg már rámegy a izéra. Ú, várjál. Ajajajajaj. Hát ez így meg gagyi. Ú, persze, hogy gagyi. Hát ez így nagyon csöves. Nekem ezek az ilyen mókulások nem tetszenek. Amikor valami kicsit jobban néz ki, az a jó, de... Nem, egyszerűen erre az autóra... Egyszerűen nézzétek meg. Nem illik. Srácok, ez nem lesz rajta. Mindehelyett... Inkább... Megpróbáljunk, még próbálgassunk dolgokat. Úgyse szoktunk annyira, ugye? Na várjatok csak, mik vannak itt? Megnézzünk egy ilyen pamacsot. Dehogy is. Na jó. Nem pöcsözünk vele. Csinálunk neki egy olyat. Amit talán jól fog kinézni. Ja, de nem, nem tudom azt mondani. Oké, mindegy. Engedjük el. Nem, ezt nem fogjuk túlvariálni. Amit csinálunk... számokat teszünk rá, jó? Mit szóltok? Számokból ez jó lesz, ez a nagybetűk 3. Ugye? Mert nincsen jobb. Ja, ezek már ilyen, nagyon ilyen. Azt nézem, hogy a számoknak a fontja az milyen. Ez nagyon egyszerű. Ez gadgyer, madgyer. Legyen ez. Basszus, annyi féle... Oh, ez lesz az. Na, ezt kerestük. Nagybetűk 11. Teszünk rá számot, mit szóltok. És ez nyilván fehérbe lesz rajta. Mozgatás. Hova tegyük, mi? Lehet, nem áll egyébként neki jól. Oké. Okay. Mi lenne akkor, ha ezt ide letennénk? Kicsit, mint a ferde lenne, nem? Hogy ez így gagyi? Úgy akarom. Oké. Okay. Még egy. Az lenne a jó neki. Hogyha ez így rá tudna menni. Oké. Okay. Srácok, ez mind csak teszt. Ez túl pici lesz. Szerintem ez nem fog jól kinézni itt. Ugye? Meg ez így hogy néz ki te, Patrik? Nem lehet ugyanakkorára, mármint biztos lehet. Csak mi vagyunk hozzá gyökerek. Ezt én így hagyom. Lehet, hogy nem túl jó, de nekem az ott tetszik, srácok. Ez lehet csak az én hülyeségem. Na jó. A motorháztetőt, ha már így ennyire néztük, erre pedig egy olyan fóliát fogunk tenni. Menjünk a legelejére. Léci, menj a legelejére. Basszus már. Na. Ide egy olyat képzeltem el, ami igazából semmi extra nem lesz. Habár azért fekete. Nem. Nem. Sokat variálok, srácok, ne haragudjatok. Oké. Egy ilyet. Így. A mozgatása az itt lesz. Méretben viszont nagyobb. Így né. És ezt csak azért teszem rá, mert így fajntosabban néz ki. Ú, ez így azért ez vagány.
Nekem ez így tetszik. Ó, te. Mentés a jelenlegi autóra. Nekem ez így tetszik, srácok. Ez egy kicsit letisztultabb autó. Rajta van az, hogy 97, az az én számom. És ennyi. Szerintem így lesz. Kicsit elvisszük most az autót. Következő részben majd normálisan megyünk versenyeket, de most kicsit így elvisszük. Megnézzük, mi újság van. Hogy jól funkcionál-e. De szerintem így jó lesz azért eléggé. Meg hát megnézzük, hogy így hóban hogyan fest így a jelenlegi autó. Gyerünk, töltsed már befele, Bozsát iszok addig egy kortyot. Ú, de jó, hogy szállingózik a hó. Na, várjál. Oké. Na, srácok, mit akartok? Nekem tetszik. Esküszöm, van benne valami, ami az enyém. Fú, szerintem baromi jól néz ki, esküszöm. Vagyis hát nekem tetszik. Meg jó vezetni is. Fék. Jó az, jó az. Belülről. Jó lesz ez, srácok. Ez az autó nekem beválik szerintem. Úgyhogy a következő részben el fogjuk vinni 1-2-3 ilyen téli versenyre. Úgyhogy hát srácok, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Ezzel az autóval fog akkor indulni a téli karrierünk. Ezt így megcsináltuk, illetve az István ellen is ezzel fogunk majd felállni. Na, jók legyetek, hogyha tetszett, nyomassatok rá egy lájkot. Anfield Shop, Instagram és minden más itt a leírásban. Szevasztok!